Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából jubileumi rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket Ercsi városa. Az Eötvös év egyik legfontosabb kulturális eseménye a hagyományos Eötvös napok, mely idén szeptember 2. és 8. között kerül megrendezésre. Nagyon sok mindent és színes programot próbáltunk az idén is összeállítani, de azért ez egy különleges alkalom, hiszen nem csak Eötvös napokat ünneplünk, hanem Eötvös emlékévet is szeretnénk ünnepelni az idén. Soroljuk fel azért a fontosabb programokat. Mi az, ami igazából csalogató lehet a nézőközönség számára? Hajókirándulást szeretnénk szervezni Eötvös nyomában, Ercsiből Budapestre, és szeretnénk meglátogatni az Úri utcában az emléktáblát is megkoszorozni, megemlékezni róla. Lesznek zenés rendezvények, azt azért elmondhatjuk, hogy lesznek olyanok is, amelyek ingyenesek, illetve lesznek olyanok, amelyekre belépőt kell majd váltani az érdeklődőknek. Mikor és hol tehetik ezt meg? Most már hagyomány, hogy vannak belépős rendezvényeink is, az idén is lesz. Az egyik a Mágnás Miska a Sziget Színház előadásában, a másik pedig a Neoton Família koncertje, élő koncert, és itt a Művelődési Házban lehet elővételben jegyet váltani erre. Ezzel az egy héttel persze, bár ez sűrű program lesz, nem ér véget az Eötvös év. Jó néhány olyan fix pont van, amit már tudhatunk ezekről a rendezvényekről. Az Eötvös emlékév egészen 2014. február 2-áig fog tartani, és minden hónapban próbálunk valami Eötvössel kapcsolatos rendezvényt szervezni. Így októberben egy oktatás konferenciát szeretnénk összehozni, ami a kistérségben lévő iskolákat várnánk vendégségben egy ilyen szakmai megbeszélésre. Novemberben terveztünk egy Szomszédoló névvel című rendezvényt, melyre várjuk az Eötvös nevét viselő intézményeket, iskolákat, még Székelyudvarhelyről is, akik szintén eljönnek, meglátogatnak bennünket és bemutatkoznának. És februárban szeretnénk egy Eötvös estét, mellyel zárnánk az Eötvös emlékévet, és egy nívós, állófogadásos estét rendezni ennek tiszteletére. Ez a nagyszabású rendezvénysorozathoz a városon kívül kik azok, akik segítséget nyújtottak anyagilag? Az Emberi Erőforrás Minisztériumából kaptunk 3 millió forint támogatást, kimondottan az Eötvös emlékév megrendezésére, a többit pedig Ercsi város önkormányzata fogja támogatni. A jubileumi év rendezvényeiről részletes információkat az Eötvös József Művelődési Ház honlapján és Facebook oldalán lehet megtudni.